énekes, zenés és táncos produkciókkal is érkeztek a gyerekek a pécsi Kertvárosba március első hétvégéjén. Ekkor rendezték meg ugyanis a város legújabb tehetségkutatóját, a Kerti Faktort. Az általános iskolásoknak meghirdetett versenyben még akrobatika, verselés, színjátszás és bővészmutatványok kategóriákban is jelentkezhettek a fiatalok. Roxanne a döntőbe énekelte magát. Callum Scott-tól a You Are The Reason című számmal indultam, és azért gondoltam, hogy indulok, mert kiskorom óta nagyon szeretek énekelni, és ez az egyik legkedvesebb hobbi számomra. A produkciókat neves pécsi zsűri értékelte, akik több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek az előadó művészetek, valamint a tehetséggondozás területén. Köztük őt Rudán Joe is, aki nagyon jó dolognak tartja a kezdeményezést. Én kicsit több zenét vártam volna, vagy énekes, vagy hangszerest. Túl nyomó részt táncosok voltak, de hát nagyon tetszett egyébként felhozatal, és hát reméljük, hogy döntőben is olyan produkció fog látni, amik tényleg tetszeni, hogy mondjam, öröm volt ezeket a produkciókat nézni, és hát tényleg boldogság töltött az ember, hogy ennyi tehetséges fiatal van, és hát nagyon szívesen jövök a döntőre is nyilván. A szervezők számára nem csak az a fontos, hogy show műsort csináljanak. Ennek a Kerti Faktornak az a célja, hogy minél több gyerek merítsen bátorságot, merje bemutatni azt, amit tud. Ha esetleg nem úgy sikerül a produkció, akkor majd jövőre egy másik műfajban elindul, vagy újra megpróbálja. A lényeg az, hogy legyen küzdelem, és épüljön benne az az egészséges önbizalom, amire szükséges lesz majd az életben. A versenyprodukciókra egy héten keresztül a közönségnek is lehetősége lesz szavazni. A döntőt március 12-én rendezik meg a Pécsi Kulturális Központ Apácai Művelődési Ház színház termében. A győztes pedig felléphet az idei Kertváros napon a nagy színpadon.